Miért van több vallás, és hogy kell ezeket értelmezni? Az egyházunk mindig is azt gondolta, és gondolja, hogy az Úristen akarja az ember szabad keresését, tehát a lelkiismeretünk szabad. Isten alkotta ilyennek, minden ember köteles keresni az Istent és az igazságot. És ilyen értelemben joga van különböző vallásokban keresni ezt, vagyis az egyház a vallás szabadságot és a lelkiismereti szabadságot helyesnek tartja. Az ember keresheti az Úristent a maga tökéletlen tapogatódzó módján. Ez azonban nem azt jelenti, hogy azt gondolnánk, hogy a vallások egyenrangúak. Egyáltalán nem. A vallások nem olyanok, mint egyetlen hegyre fölvezető sokféle út, amelyről azt gondolnánk, hogy mindegy, hogy melyik úton megyek, végül is mindig ugyanoda jutok el, egyetlen Isten van, akárminek nevezem, akárhogyan keresem őt, végül is őrá fogok rátalálni. Vagyis a vallások egyformák, ugyanarra hegyre fölvezető sokféle út. A kereszténység azt gondolja, hogy ez nem így van. A vallás lényege nem az, hogy az ember keresi az Istent, próbálja ezt a hegyet megmászni. A meggyőződésünk az, hogy az ember a maga erejéből Istent soha nem fogja elérni. Isten egy más létszinten van, fölöttünk van. Az ember csak akkor tudja őt megtapasztalni, vele egyé válni, ha Isten lejön közénk. A vallás lényege nem az, hogy az ember keresi az Istent, hanem hogy Isten kereste az embert. Belépett a történelembe, megszólalt, és az idők teljességében emberré lett. Éppen ezért a vallások között nincs egyenlőség, nincs egyformaság, hanem a kereszténység meggyőződése az, hogy Krisztus az egész emberiség egyetlen üdvözítője. Ahogy mondja a Biblia, nincs üdvösség senki másban. Nem adatott más név az ég alatt, akiben üdvözülhetnénk. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat az Atyához, csak általam. Krisztusban lesz Isten emberré, ő általa lesz elérhető. Ő az út, aki által eljuthatunk az Atyához. Vagyis nem egyformák a vallások. Jézus azt akarta, hogy egy vallás legyen, ha így akarjuk megfogalmazni, nyilván ő nem ilyen módon mondja, azt mondja, egy gyakor legyen és egy pásztor. Azt akarta, hogy a tanítványa az evangéliumot minden embernek vigyék el, menjetek, tegyétek tanítványomá mind a népeket. Vagyis minden vallásnak a beteljesedése Krisztus. Ahogyan az Ószövetség is benne teljesedik be. Ez nem azt jelenti, hogy a kereszténység vagy Jézus az egyes népek kultúráját lerombolná. Egyáltalán nem, hanem megszenteli, megtisztítja és fölemeli. Az arab népek is, ha befogadnák Jézust, az arab kultúra nem veszne el, hanem megtisztulna, megerősödne, fölemelkedne.